Mindkét mérkőzését megnyerte hazai pályán a Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület az OB2-es férfi vízilabda bajnokság legutóbbi játéknapján. Simonka Ferenc tanítványai a harmadik helyről várhatják az alapszakasz utolsó két mérkőzését. A 2022-2023-as szezonban a harmadosztályban szerepelnek a kanizsai vízilabdázók, ahol 5 játéknapot rendeznek, amelyek során minden csapat 2-2 mérkőzést játszik. A Kanizsa úszoda a negyedik fordulóban láthatta vendégül az OB2 nyugati csoportjának mezőnyét. A hazai játékosok remekül kezdtek az ellen a soproni csapat ellen, amely a szezon elején jobbnak bizonyult náluk, és az első negyed végén 3-1-es hazai vezetést mutatott az eredményjelző, majd a második játékrészben 5-2-re módosult az állás. Az utolsó percekre aztán visszajöttek a vendégek a meccsbe, és a pontszerzésért támadtak. A véghajrá nagy izgalmakat hozott, a kanizsai a kapusának, Leposa Gábornak az utolsó másodpercben védenie kellett a győzelem bebiztosításához. A hazai pályán mindenképpen szeretünk volna visszavágni a Sopronnak, és szerintem nagyon jól is kezdtük a mérkőzést, vezettünk 3 góllal is, és úgy érzem, hogy egy kicsit utána könnyelműek voltunk, nagyon sok helyzetünk volt, de mivel nem lőttük be ezeket az ittszereket, ez felhozta az ellenfelet, és ugye az utolsó két negyedet el is vesztettük 2-1-2-1-re, úgyhogy ennél azért simább győzelemre számítottam a kezdés után. A hazaiak legeredményesebb játékosa a 2-2 találatig jutó Virt Sámuel és Kruc Lázár voltak. A kanizsai a kapusa, aki egyike annak a kevés játékosnak, akik az OB2-ben is kitartottak a csapat mellett, a védéseivel főszerepet játszott a sikerben. Leposa Gábor szerint azonban a védők érdeme, hogy kevés kapott góllal sikerült lehozni a mérkőzést. Készültünk taktikailag is meg mindenhogyan erre a mérkőzésre. Amit elterveztünk, az szerencsére működött, úgyhogy egy kihelyezett meccsen elég komoly párhazod voltak, végleg cserésekedások, bunyó, büntetők, úgyhogy szerintem akik kim voltak, azok ma nagyon jó mérkőzést láthattak. Az utolsó pillanatig szoros volt. Második találkozóján a KVS-e a Sereghajtó Dunaújvárossal mérkőzött, a 3 gólos Lőrinc Ádám és Rózsahegyi Márton vezérletével 16-7-re győztek. Az alapszakasz utolsó játéknapját február elején Pécset rendezik, a kanizsai játékosok akkor a Balaton VK-val és az Uni Győrrel csapnak össze.